Na, itt vagyok újra. Üdvözöllek szeretettel. Benneteket, és akkor nézzük meg a mai igehirdetés, hogy miről szól, jó? Nézzük. 17. Hogyan győzünk az élet harcaiból? 3. rész. Megijedt Josafát, az urat kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész Judából. 2. Krónikák 20:3. Harmadszor. Szóval, hogyan győzünk az élet harcaiban? 3. Vidd problémáidat az Úrhoz. A válság közepete Josafát, az Urat kezdte keresni, és böjtöt hirdetett. 2. Krónikák 20:3. Az imádság gyakran utolsóként jut eszünkbe. Miért? Mert magunktól akarjuk megoldani a problémáinkat. Egyszer egy diakónus odament egy lelkipásztorhoz, és ezt mondta. Pásztor, van egy problémánk, amit nem tudunk megoldani. Már mindent megpróbáltunk, de semmi nem működik. A lelkész erre azt mondta. Nos, akkor azt hiszem, csak imádkozhatunk érte. Mire a diakonus? Pásztor, hát már tényleg idáig jutottunk. Amikor az élet küzdelmeivel nézünk szembe, az imádság kellene, hogy az első legyen számunkra, nem az utolsó szálmaszál. Bocsánat, nem az utolsó szálmaszál. Ha olykor a probléma nem adja meg magát az imádságra, Isten arra vezet, hogy adjunk hozzá még valamit. A böjtőt. Próbáltad valaha? A böjt nem valami titokzatos, misztikus dolog. A böjt az összpontosításról szól. Azt mondja, Uram, sok minden nélkül megvagyok, de ezt a problémát nem tudom megoldani nélküled. Ezért ahelyett, hogy lekütne a tévé, az étel, vagy a közösségi média, inkább azzal töltöm az időmet, hogy arcodat keresem. Cornélius egy pogány négy napig imádkozott és böjtült Isten útmutatását kérve. Isten pedig elküldte hozzá Pétert, hogy hirdesse a pogányoknak is az evangéliumot,
és ezzel megváltoztatta a történelem irányát. Apostolok cselekedetei 10. Amikor meg akarták tudni, kit válasszanak vezetőnek, az új szövetségi gyülekezet bőtölt, imádkozott és Isten útmutatását kérte. Így indult útjára minden idők legdinamikusabb evangélista párusa. Pál és Barnabás. Apostolok cselekedetei 13, 2 és 3. Ha tényleg komolyan veszed az imádságot és a bőtöt, a problémád miatt Isten meg fogja mutatni a megoldást. Na, hát igen, szép volt ez is. Holnap jelentkezem a negyedik résszel, jó? Hogyan győzünk az élet harcaiban, negyedik rész holnap. És van még egy ötödik részünk, és egy hatodik részünk is, ami szombaton fog befejeződni. Aztán utána vasárnaptól egy érdekes üzenet. Ne panaszkodj folyton. De ez majd vasárnap, jó? Adtam egy kis ízelítőt nektek, ne vegyél csak. Nagyon szeretem az evangéliumot, és nagyon izgalmas az evangélium. Mai igen, minden napra, gyerekek, minden nap megkapjátok. Ha talán egy nap nem tudom beolvasni bizonyos okok miatt, az lehet ugye betegség, legfőképpen inkább az. Már időt az ember azért kap mindenre, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nincs idő, tehát ez kéne a legfontosabb legyen minden embernek az életében, az imádság, az igehirdetés, meg ezek, és nem egyéb. Igaz-e? Jó, persze lehet furcsajátok, hogy mi hagyom estére, ugye miért nem kezdjük a napot ezzel. Hát őszintén megmondom, hogy reggeliben nem igazán nézik az emberek a YouTube-ot annyira, lehet, hogy igen, de nem annyira. Este szokta mindenki, meg ugye, hogyha reggel így erre keltek fel, sokan, akkor meg nagyon jó, igaz-e? Már aki attól függ, mikor keltek, már mondjuk én később kelek, s amire feltűteném ezt a videót, arra lenne dél is akár, most ki tudja. Szóval, értitek, hogy van, igaz? Éppen nézem, hogy nem túl hangos volt a mikrofon, és úgy lát, hogy igen. Most már elnézéseteket kérem, de most vettem észre, hogy hangos. Egy picit igen, nem húztam le. Most ez így sikerült. A következő talán jobb lesz, jó? Most nem, igen, fel van húzva 100%-ra. A hang, most húztam le, remélem, hogy nem torzított is, jó volt a hang, hát sajnálom, most ez így sikerült, de biztos, hogy érthető volt, jó, most már ne haragudjatok, hogy egy kicsit torzítva ment a hang, megpróbáltam, hogy ne emeljem fel a hangomat annyira, vagy így a mikrofon túl erősen nem kiabáltam bele, na jó, következő biztos jobb lesz a hang is. Na jó, minden jót, akkor legjobbakat Sanyika voltam. Szép álmokat, sziasztok. Minden jót.